Sziasztok! Ma csinálok egy videót, ami mi van a korházi taskámban. Nem minden befért, mert még a, hogy hívják, a folyadék kell még hozni, szőlőcukor, az a szőlőcukor belefér. Meg egy, hogy hívják, a papucsom még nem fér be. De ez így néz ki, és akkor megmutatom, hogy mi van. Ezt biztos láttátok, mit viszek magammal, ha megyek nyaralni, vagy hogy mit viszek magammal. A két oldal cipzárban, meg egy középrész. Szóval az egyik részen van csak a papír dolgokat, a kiskönyvem, meg bele kell raknom a pénztárcám is, mert abban van a tojkártya, meg ez, meg az. Meg van minden papír, amit kaptam eddig a kórházoktól, meg ultrahangvizsgálatok, minden, meg a házassági anyag kivonat dolog. Szóval az csak az van ebbe a zsebbe. A másik oldal, a zseb, abba beleraktam a belly bandet. Tudod ez. Kivettem a dobozból, mert ki akar vinni egy doboz, és így néz ki. Na, akkor ezt beleraktam oda. Ezt már úgy összepakoltam, hogy nem biztos, hogy megint tudom. A mellbimbó védő, egy dezodort, mert csak bent leszek, a sampon, balzsam, meg tűzfürdőt, én kicsikbe, hogy akkor tudod, nem fogasz csak helyet. Kókuszolaj, ebbe szoktam rakni a kókuszolajat, hogy ne egy nagy ízét vigyek magammal. Betétet, szerintem még egy ilyenet fogok venni, mert ebben csak 8 van. Meg melltartó betét, ezt raktam bele egy jó párat, nem az összes doboz, de egy jó párat. Utána ezen az oldalon van egy kis cipzárész. Ott bent van a fogkrémem, fogkefém, haj, ilyen hullámcsatot, meg egy hajgumit. Csak ennyi van a bal részben. Utána közép részen, ettől félek. Benne van a kötényem, így néz ki, van egy kis kapuzni rajta, ilyen puha, csillagos, rózsaszín, az. Azt mondták, hogy Halloween-ig kell, meg anya azt mondta, hogy nem vehetek fel a nadrágot alatta, mert ha jönnek vizsgálni, akkor azért az nem kéne. De én úgy vagyok vele, hogy mégiscsak hozok, hogy ha véletlen engedik, akkor tudjam. Szóval ez egy nagyon bő nadrág, hogy ilyen térdig érő. Egy Halloween, de ami nem előre gombolos, de elég nagy. Meg egy előre gombolós Halloween. Így. Utána a villa, meg kanál, mert itt, nem tudom, hogy tányér kell-e, de én hozok egy tányér. Két pohár, én csak két bögrét hozok, egy ilyen kicsit, meg egy kicsivel nagyobb sárgát. Nem tudom, miért raktam bele papírra, de hogy akkor ne törjön ezt, amikor egymás felett rakom. Nem viszek egy egész zsebkendőt, mert ha gondolom, hogy ha kell, akkor valaki tud hozni nekem, meg úgy is lesz, még nincs kéztörlőm, de az is lesz, hogy ez a papír kéztörlő. De van a WC-papír. A kamerám fogom vinni, de hát most azon filmezek, szóval csak a tok van benne most. Két vagy három pár zoknit viszek. Sok bugyogót. Meg egy kisebbik törölköző, meg egy nagyobbik törölköző. És ennyi. Amúgy nem kértek túl sokat, csak folyadék még kell. Meg azok a szőlőcukor vagy valami, de én azt nem is szeretem, szóval lehet, hogy kitalálunk valami mást. De ennyi, meg a... hogy hívják? A papucsom. Meg a mellszívót is fogjuk vinni, de az a... másik a kis baba táskába van, mert az enyémben nem fér bele. Nagyon sok minden kell hozni. Szóval, ha akarjátok azt is megnézni, akkor szóljatok, mert azt felrakom. Jó, sziasztok!